Jó estét kívánok! Önök a híros híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látják 19 órakor. Nézzük a mai nap kiemelt témáit röviden. A Neoton Família slágereire tombolt tegnap Kecskemét. Közlekedési problémák megoldásáról kérték ki a szelei falui lakók véleményét. Sok izgalom várja az animáció szerelmeseit az augusztus 11-én induló Kecskeméti Animációs Filmfesztiválon. A Neoton Família sztárjainak koncertje nyitotta meg a 20. Gyermekotthonok Grassroots labdarúgó Európa Kupa döntőjét Kecskemét főterén hétfőn este. Augusztus 2. és 6. között gyermekotthonban és állami gondoskodásban élő fiatalokból álló csapatok mérik össze ügyességüket a Hírosvárosban. 5 napon át magyar és külföldi fiatal sportolók versengenek Kecskeméten a Széktói stadionban a 20. Gyermekotthonok Grassroots labdarúgó Európa Kupa döntőjén. Gyermekotthonokban és állami gondoskodásban élő diákok mérkőznek meg az Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány és a Magyar Labdarúgó Szövetség közös rendezvényén. Az esemény az alapítvány 20. születésnapja és a Magyar Labdarúgó Szövetséggel való együttműködésének 10. évfordulója is egyben. Ahány zászló, annyi nemzet. Az elmúlt 20 évben 14 országból érkeztek állami gondoskodásban lévő fiatalok hazánkba az Európa Kupára. A koronavírus járvány miatt idén csak az észteket láthatjuk vendégül. A megnyitón a Külügyminisztérium és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter képviseletében dr. Sztárai Péter András biztonságpolitikáért felelős államtitkár mondott beszédet. Elmondta, hogy a minisztérium 600 ezer forinttal támogatta az eseményt. Kecskemét város képviseletében dr. Salac László országgyűlési képviselő mondott köszöntő beszédet. Egész nyáron a futballlázában égtünk. Először az EB mérkőzéseit, majd az olimpián figyeltünk hasonlóan nívós rendezvényeket. Ugyanazok a nemzeteknek a fiai lépnek pályára, akik itt a Grassroots bajnokságukon az évről évre megmutatták a tudásukat. Ha nem is fog minden fiatal, aki a héten a Grassroots focikupán pályára lép, ilyen magasságokig jutni, de mindannyian gazdagabbak lesznek egy élménnyel. Az Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány 2000-ben jött létre azért, hogy az állami gondozásban élő fiatalok számára sporteseményeket szervezzen, ezáltal tartalmas időtöltést biztosítson számukra. A kecskeméti székhelyű alapítvány először csak a helyi, majd Bács-Kiskun megyei intézmények részvételével szervezett sportnapokat már a nemzetközi gyermekotthonok számára is sportolási lehetőséget teremt. 10 éve pedig már a Magyar Labdarúgó Szövetséggel dolgoznak közösen a nemes cél érdekében. 20 év alatt elértünk 18 európai országot, állandó élő kapcsolatunk van a 18 országgal, de határainkon belül is elértünk 120 intézményt, és ezeket a 120 intézményt mi hétről hétre sportoltatjuk. Én azt gondolom, hogy teljesült az a vágy, az, amit akkor kitűztünk célként, hogy megmozgassuk a hazai és a nemzetközi gyermekotthonokban élő gyerekeket. A fiatalok az egyhetes kecskeméti tartózkodásuk ideje alatt városnézésen és élményfürdőzésen is részt vesznek. Nyilasi Tibor 70-szeres magyar válogatott foci legenda nyitotta meg hivatalosan a rendezvényt. Nem is a mérkőzések a fontosok, hanem az, hogy a gyerekek, akik nehéz körülmények között élnek, kapjanak egy olyan lehetőséget, hogy nyáron egy nyaralás, egy igazi fiesta keretében itt Kecskeméten, ebben a gyönyörű városban, és a környékén eltölthessenek pár napot, úgyhogy megérdemlik a gyerekek. A beszédek után következett a tűzijáték. Az este zárásaként a Neoton Família sztárjai adtak koncertet a szép számban összegyűlt közönségnek. Csepregi Éva az együttes énekesnője számára egyértelmű volt, hogy a kezdeményezés mellé áll, hiszen ő maga is a Fényszóró Alapítvány elnöke, ahol az értelmileg sérült fiatalok esélyegyenlőségéért dolgoznak. Több száz fiatal és idős szórakozott együtt a régi idők slágereire. Az énekesnő elmondta, szerinte mi a több évtizedes sikertitka. Ezeket a történeteket szeretik az emberek, én úgy gondolom, mert mindig valahogy olyan időtállóaknak bizonyulnak.
Ugye mindig van valami, amire az ember azt mondja, aha, hát igen, akkor is így volt, most is azért elég így vannak ezek a dolgok. Augusztus 6-áig a fiatalok a Széktói stadionban küzdenek a győzelemért. Az esemény pénteken ünnepélyes eredményhirdetéssel zárul. Több mint 70 szelei falui lakos vett részt a tegnap délutáni lakossági fórumon, amely a városrész közlekedési gondjaival foglalkozott. A környékbeli lakosok saját maguk dönthetik el, hogy bukkanót, szűkített utcabejáratot vagy egyirányú utcát szeretnének kialakítani a forgalom csillapítására. Több mint 70 szelei falui lakos gyűlt össze a városrész tegnap délutáni lakossági fórumán a Melinda Parkban. A gyűlést Sipos László tanácsnok, önkormányzati képviselő hívta össze, azért, mert a környék utcáiban egyre több autó jár, és ez zavarja a lakosokat. Elsősorban 5 utca. A Róna, a Csárda, a Nomád, a János Vitéz és a Kisdobos utca lakóit várták, hogy megoldást találjanak a kis utcák megnövekedett gépjármű forgalmára, de természetesen más témákkal kapcsolatban is elmondhatták véleményüket az ott élők. Sipos László a fórumon összefoglalta, hogy a város ipari fejlődésével és az egyre több munkavállalóval nagyon megnőtt a gépkocsi forgalom a Véberede utcán. Amikor a sok autó nem tud ráfordulni a Könyves-Kálmán körútra, akkor a sofőrök a kisebb utcákban keresnek egérutat a torlódás elől. A környéken élők elmondása szerint sokszor veszélyesen fordulnak be az utcákba, és a sebességkorlátozásokat sem tartják be. Reggel 7:30 és 3:48 között elviselhetetlen a pluszforgalom, főleg a tanév alatt. A régóta fennálló gondok megoldására javaslatokat mutattak be a városüzemeltetési osztály szakemberei. Falu György alpolgármester elmondta, a városvezetés eltökélt és mindenképpen szeretne segíteni az itt lakóknak. Léteznek műszaki megoldások a környék gondjaira, de ezeknek hátulütői is vannak. Az utcák lakói maguk dönthetnek arról, hogy bukkanóval, útszűkítéssel vagy egyirányúsítással szeretnék elérni a forgalom csökkenését. Az alpolgármester hozzátette, a Könyves-Kálmán körút Véberede csomópont rendezését nehezíti, hogy a Magyar Közút tulajdona. Jelenleg egyeztetések zajlanak a fenntartóval, hogy egy körforgalom megoldaná-e a helyzetet. Sipos László kiemelte, hosszú távú megoldást az Izsáki utat és Halasi utat összekötő elkerülő megépítése jelenthetne, erre viszont még várni kell. 370 animációs filmet vetítenek idén ingyen a Kecskeméti Animációs Filmfesztiválon augusztus 11-e és 15-e között. 30 országból érkeztek alkotások, a szakmai programba ezek közül válogatta össze az előzsűri a legjobbakat. Az eseményről július végén tartottak sajtótájékoztatót Budapesten, az Uránia Filmszínházban. Minden eddiginél színesebb felhozatallal jelentkezik a 2021-es animációs fesztivál Kecskeméten, derült ki az esemény budapesti sajtótájékoztatóján az Uránia Filmszínházban. A KAF idén augusztus 11 és 15-e között magyar és európai versenyprogrammal várja az animációs szakma legjobbjait, de a nézőközönség a magyar és európai információs filmeket is megismerheti, valamint a retrospektív programnak köszönhetően a múltba is visszatekinthet. A már megszokott családi programok és Kanáka koncert mellett idén egy újabb kísérő rendezvénnyel bővül a filmfesztivál, így a látogatók egy Hungarikum fesztiválon is részt vehetnek majd. Szerencsére az animációs filmkészítés Kecskeméten 2020-ban és 2021-ben sem állt meg. Nekünk nagyon szerencsénk van, mert a kollégák számítógépen, illetve ahhoz kapcsolódó tableten dolgoznak. Ez azt jelentette, hogy a pandémia idején sem kellett leállítani a filmkészítéssel. A kollégák otthon dolgoztak, de napi kapcsolatot sikerült a számítógép segítségével, mert nem csak munkaeszköz, egy kommunikációs eszköz is. Ha kellett, akkor skype-oltunk, ez ugyanaz vonatkozott a külföldi munkákkal kapcsolatban is. Mikulás Ferenc elmondta, a Toldi sorozat munkálata is jól haladtak, és a helyi stúdió, a KAF-on is tud majd bemutatni újdonságokat. Sajnos a magyar film felhozata csökkent idén, ez azonban nem a vírus számlájára írható. Hiányzik az utánpótlás a szakmából, így az is céljává lépett elő a Kecskeméti Animációs Filmfesztiválnak, hogy megszerettesse és felhívja a figyelmet az animációs alkotás szépségére. Egy nagyon értékes műhely, a Kecskeméti Animációs műhely, azonban ez kevésbé látszik Kecskemét számára is, és a világ számára is.
A fesztivál pedig megmutatja nem csak a Kecskeméten alkotó művészeket, hanem ez egy nemzetközi fesztivál, tehát 30 országból jönnek alkotók, és a versenyprogramon keresztül a kecskeméti közönség is, és a ide látogatók is figyelemmel kísérhetik az alkotásokat. A sajtótájékoztatón Kucsera Tamás Gergely, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára a magyar animáció értékeit és ikonikus alkotóit méltatta, és kiemelte, olyan műhelyek találhatóak az országban, mint például a Kecskemét Film Kft. Is, amelyek bátran kijelenthető, hogy világviszonylatban is a műfaj élvonalába tartozó alkotásokat hoznak létre. A helyszínen kiderült, a KAF-nak van egy további, rejtett, de mégis igen komoly tétje az alkotók számára. Szoros együttműködésben vagyunk ugye a Kecskemét filmmel, mi kifejezetten ezért is örülünk ennek a fesztiválnak, hiszen ott a szakembereink árgus szemekkel kutatják, keresik azokat az alkotásokat, amelyeket mi is örömmel és szívesen tűzünk műsorra. Az MTVA, mint sok nagy múltú animációs alkotás jogtulajdonosa, pontosan látja a műfajban rejlő lehetőségeket, annak hagyományos és modern formájában is. Az animációs filmek vetítése mellett több kiállítás is színesíti majd a 15. KAF programját. Milorád Krisztics, Menyhelyi Szabolcs, Cakó Ferenc, Szoboszlai Eszter képeit a Híres Agórában, míg Orosz István képeit a Bozsó gyűjteményben lehet majd megtekinteni. Továbbá könyvbemutatókra, előadásokra és szakmai konferenciákra is sor kerül a KAF 4 napja alatt. A fesztiválon való részvétel pedig ingyenes. Augusztus 25-éig tart a Varázstáska jótékonysági tanszergyűjtő akció Kecskeméten. 6 gyűjtőponton várják az adományokat a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került családok megsegítésére. Az akció népszerűsítésében most is részt vesznek a kesi növendékei. Engert Jakabné alpolgármester volt az első adományozó az idei Varázstáska jótékonysági tanszergyűjtő akción, amit civil szervezetekkel karöltve már második alkalommal rendezett meg Kecskemét önkormányzata. Egy iskolatáskát töltött meg füzetekkel, írószerekkel a Malom Papír írószerüzletében. Itt található az egyik gyűjtőpont a 6 közül, ezért itt tartották az akció megnyitó sajtótájékoztatóját is. Mint kiderült, a hagyományteremtő szándékkal indított kezdeményezésnek már tavaly óriási sikere volt. Mi nagyon elégedettek vagyunk, hiszen közel 250 rászoruló gyereknek tudtunk segíteni az iskola kezdés kapcsán, és ez mintegy 4,5 millió forint értéket jelentett. Hatalmas feladat volt az akció szervezése és lebonyolítása, de szerencsére sokan álltak az önkormányzat mellé a nemes cél érdekében. Csatlakozott a kezdeményezéshez az Alföld Áruház, az Osan, a Firka papírírószer, a Malom Központ és a két kecskeméti Tesco áruház is, vállalva, hogy kihelyezik a gyűjtődobozokat és segítenek a népszerűsítésben is. A civil szervezetek pedig önkéntes munkával járultak hozzá az akció sikeréhez. A kesi növendékei ajándékot is hoztak a gyűjtődobozba, az akció idején pedig szórólapokat osztanak, segítik az adománygyűjtést. A szervezők bíznak abban, hogy a családok a bevásárláskor gondolnak azokra a gyerekekre is, akiknek szülei számára óriási terhet jelent a szeptemberi iskola kezdés. Ennek pontosan az a célja, hogy kiki akár egy füzettel többet vesz, vagy egy ceruzával, vagy egy színezővel, mindenki a saját lehetőségei függvényében kisebb-nagyobb támogatással tudja ezt a programot segíteni. Az alpolgármester bízik abban, hogy az akcióval egy új hagyomány született a városban, hiszen a pandémiától függetlenül minden család életében adódhat olyan váratlan helyzet, amikor támogatásra szorulnak. A civil szervezetek és az iskolák által kiadott tanszer és névlisták segítenek abban, hogy az adományok oda kerüljenek, ahol valóban a legnagyobb szükség van rájuk. Augusztus 25-éig várják a tanszereket és a pénzadományokat a 6 gyűjtőponton, majd következik egy újabb hatalmas feladat, a beérkezett füzetek, írószerek, iskolai felszerelések szétválogatása, majd kiosztása. Azok a tanszerek, amelyek kimaradnak a csomagokból, olyan iskolákhoz kerülnek, ahová sok hátrányos helyzetű gyermek jár. A roma holokauszt áldozatairól emlékeztek meg a Karol Vojtila Barátság Központ tagjai kedden délelőtt a Műkertvárosi Szent Ferenc kápolna melletti roma keresztnél. A Cigány Világszövetség 1972-es párizsi kongresszusa határozatba foglalta, hogy augusztus 2-a legyen a roma holokauszt nemzetközi emléknapja.
Lévai Jánosné tanácsnok, önkormányzati képviselő megemlékező beszédében kitért arra, hogy 77 évvel korábban egy éjszaka alatt felszámolták az Auschwitz-Birkenaui romatábort, és kivégeztek 3000 romát. A roma holokausztról szinte az egész világon megemlékeznek. Ezt tesszük mi is Kecskeméten, hiszen fontos, hogy emlékezzünk, de még fontosabb, hogy emlékeztessünk, mondta el beszédében Lévai Jánosné. Hozzátette, a magyar kormány feladatának tekinti, hogy a roma holokausztról is erősítse az ismereteket a fiatalok körében. Király József önkormányzati képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy mennyire fontos a megemlékezés, de fontos az is, hogy a régmúlt idők tanulságait levonjuk, hogy a jövőben soha ne ismétlődhessen meg hasonló dolog. Farkas P. József, a Karol Vojtila Barátságközpont alapító igazgatója, felhívta a figyelmet a keresztre, amely a műkertvárosi Szent Ferenc kápolna mellett található. Elmondta, ez egy roma kereszt, és fontos, hogy Jézus mindenkiért meghalt. Az ünnepi beszédek végén koszorúkat helyeztek el a keresztnél, emlékezve az áldozatokra. Két rendőr és két városrendész járja Kecskemét frekventált helyszíneit. A fő cél a város kerékpáros közlekedésének javítása, a balesetek, bűncselekmények megelőzése. A jövőben új területen dolgoznak együtt a rendőrség és a városrendészet munkatársai. Két biciklis páros ellenőrzi Kecskemét frekventált területein, például a Benkó Zoltán szabadidőközpontban, a fürdő körül, a Rákóczi úton, vagy éppen az Alföldáruház előtti részen a közlekedési szabályok betartását. A járőrök a városban megrendezett eseményeken is megjelennek majd. Tesszük mindezt annak érdekében, hogy tovább fokozzuk a Kecskemét lakosságában a jogkövető magatartást, felhívjuk a figyelmet a közúti közlekedési szabályok betartásának fontosságára, ezzel tovább fokozva a közlekedés biztonságát. A két páros tavasztól egészen az őszi időszak végéig lesz jelen a városban, hiszen ekkor megnövekszik a kerékpárosok száma is. A járőrök legtöbbször vegyes felosztásban fognak dolgozni, és mindenki a saját hatáskörében fog eljárni abban az esetben, ha szabálytalanságot vagy éppen bűncselekményt tapasztal. Például az Alföldáruház előtt rendszeresen kerékpároznak a Rákóczi úton középütt, tehát nem a kerékpáros sávba, és egy gyalogos járőreink mellett úgy elhajt a kerékpáros, mint a húzat. Mi utol tudjuk érni, tehát azért jó a kerékpárosok, ez kifejezetten kerékpáros közlekedésnek a reformálására van, vagy a javítására van, nem pedig a büntetésre részünkről. Fontos, hogy bárkinek bármilyen kérdése lenne, például a bicikliseket érintő szabályokról, az nyugodtan állítsa meg a járőröket, akik mindenre válaszolni fognak. Egyre keresettebb a magyar vetőmag itthon és külföldön egyaránt. Jelentős bevételnövekedést ért el a Kecskeméti ZKI Zöldségtermesztési és Kutatóintézet ZRT is. A klímaváltozás azonban jelentős nehézségek elé állítja a nemesítőket. Hirtelen feltámadó erős szél, erős viharok. Heteken át tartó hőség vagy éppen szokatlan időpontban érkező fagy. A mezőgazdászoknak komolyan meggyűlik a baj a szélsőséges időjárással. Itt jelenleg az EKI saját belső tesztelési helyszínét látjuk, ahol a legújabb nemesítési paprika kibocsátásunk anyagai is láthatók. Lackó Róbert, az EKI Zöldségtermesztési és Kutatóintézet ZRT vezérigazgatója mutatta meg stábunknak a nemesítési munkát. A szakembereknek egyre nehezebb a dolga. A klímaváltozás már most 1-2 fokos átlag hőmérséklet növekedést okoz Magyarországon. Valójában ugye nem ez okozza a problémát a termelők számára, hanem a klímaváltozással együtt járó szélsőségek. Például ugye az extrém hőségnapok számának a növekedése, a csapadék egyenlőtlen eloszlása, a viharok, és ugye ezekre kell nekünk, nemesítőknek megpróbálni valamilyen választ adni. A magyar és így a kecskeméti vetőmag nemesítők is jelentős sikereket értek el az elmúlt években. Ennek köszönhetően a hazai ágazat folyamatosan növekedni tud.
Ha globálisan akarjuk nézni a magyar vetőmagágazatot, akkor, és hogy nagyságrendeket is érzékeltessek, az azt jelenti, hogy körülbelül olyan 120 ezer hektáron folyik vetőmag termesztés hazánkba, és ennek a vetőmagnak az értéke az megközelíti a 200 milliárd forintot, tehát itt egy óriási teljesítményről beszélünk. Az EKI ZRT több mint 20%-os növekedést tudott árbevételeiben elérni 2020-hoz képest. A helyi siker titka, hogy sikerült megfelelő tulajdonságú és hozamú növényeket nemesíteni, amiket a gazdák kedvelnek. A magyar nemesítők azonban felhívják a figyelmet arra, hogy ha vetőmag, akkor érdemes a hazait választani. Gyenes Kata fotográfus és Dunst István festőművész közös kiállítása látható a Spaletta étterem és sörházban július 29-e óta. A megnyitón Kovács Ágnes művészettörténész tartott előadást, majd Steiner Ágnes szervező, az Itt vagyunk, támogatunk egyesület elnöke beszélgetett Gyenes Katával. Kovács Ágnes művészettörténész ajánlójában egy-egy gondolatot, szempontot villantott fel az alkotóktól, ami segítséget adhat a nézőknek, a befogadóknak ahhoz, hogy kapcsolódni tudjanak Gyenes Kata fotóihoz és Dunst István festményeihez. Hozzátette, hogy a két művész közös metszete, hogy alkotásaik magukkal ragadják és beszippantják a nézőket. A művészettörténész kiemelte, hogy mindkét alkotó életében jelen van a művészet, de egyiküknek se ez volt eddigi életük fő csapás iránya. Dunst István tájélményeket hozott magával a kiállításra, Gyenes Kata fotói pedig leginkább a Kecskemét City Ballett 4 évszak című előadásán készültek. A beszélgetést követően a Dunst család zenéjét hallgathatták meg a látogatók. A kiállítás augusztus 12-ig látogatható. Felvidékről, Erdélyből, Kárpátaljáról, határon innen és határon túlról is érkeztek tárogató művészek a 6. tárogatós világtalálkozóra július 16-án pénteken este a Kecskeméti Evangélikus templomba. A hangversenyre még Amerikából is érkezett művész. Történelmi zene, népzene, kedvelt tárogatós dallamok és kortárs zene is felcsendült a 6. tárogatós világtalálkozón július 16-án pénteken este az evangélikus templomban. A világtalálkozó szervezője a Rákóczi Tárogató Egyesület volt, melynek központja Vaján található. Itt működik az az egyesület, amelyik összefogja a Magyarországon és a külföldön élő tárogatósokat. Az egyesület szervezeti és szakmai központként működik, így ez azt jelenti, hogy évente országos találkozót tartunk, 5 évente pedig tárogatós világtalálkozóra kerül sor, immár a 6. Több mint 30 éve szervezik a zenés összejövetelt. Az egyesület székhelyén Vaján kezdődött el a világtalálkozó. Az ott jelenlévőkből alakult egy nemzetközi tárogató együttes, akik járták az országot és különböző településeken adtak hangversenyt. Kecskemét egy állomás volt a sok közül. Európa számos országából jöttek művészek. Érkezett norvég, holland, francia és német előadó is. Összesen 10 nemzet tárogatósai vettek részt a hangversenyeken. Határon innen, Stúlról is érkeztek zenészek, hogy elvarázsolják a szép számban összegyűlt nézőközönséget. A hangszer nagy népszerűségnek örvend világszerte. Ez az ok, amiért szorgalmazzák a különleges eszköz széleskörű megismertetését. A tárogató az kiemelkedő magyar nemzeti érték, különösen ebben a formában, amelyet most megszólaltatnak a tárogatósok, és egy nagyon rangos elismerést is kapott a tárogató, hiszen Hungarikum. Nagy Csaba büszkén emelte ki a Kecskeméti Tárogató Együttes munkáját országos viszonylatban is. A hangverseny elején, a közös muzsikálás után minden nemzet saját dalát játszotta el a hangszeren, így nyerhettek a jelenlévők bepillantást az adott ország kultúrájába és zenei stílusába. A hangverseny jó hangulatban telt és viharos sikert aratott. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden.
Nagy sikerű koncertet adott Kecskeméten a Neoton Família. A híres magyar popzenei együttes adta a nyitányát az állami gondoskodásban élő fiatalok számára szervezett 20. Grassroots labdarúgó Európa Kupa döntőjének. Több mint 70 szelei falui lakos vett részt a tegnap délutáni lakossági fórumon, amely a városrész közlekedési gondjaival foglalkozott. A környékbeli lakosok saját maguk dönthetik el, hogy bukkanót, szűkített utcabejáratot vagy egyirányú utcát szeretnének kialakítani a forgalom csillapítására. 370 animációs filmet vetítenek idén ingyen a Kecskeméti Animációs Filmfesztiválon augusztus 11-e és 15-e között. 30 országból érkeztek alkotások, a szakmai programba ezek közül válogatta össze az előzsűri a legjobbakat. Augusztus 25-ig tart a Varázstáska jótékonysági tanszergyűjtő akció Kecskeméten. 6 gyűjtőponton várják az adományokat a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került családok megsegítésére. Ez volt a Hírös Hírek, a Kecskeméti Televízió esti hírműsora. Hamarosan folytatjuk a hírórát kiemelő magazinunkkal, amelyben vendégünk lesz Kuti Zoltán, a Trizoli Jóti Futi rendezvények szervezője. Kiderítjük, mi a titka annak, hogy már 9. alkalommal rendezik meg a jótékonysági futást, kerékpározást augusztus 8-án vasárnap. Megmutatjuk önöknek azt is, milyen édességet kínálnak majd a pápának, amikor hazánkba érkezik az eukarisztikus kongresszusra. És beszámolunk arról az emléktábláról is, amelyet cserkészek avattak a hétvégén a tavaly elhunyt Szabó István piarista atya tiszteletére. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híros.hu. A Híros Híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskemétitv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk önöket, tartsanak majd akkor is velünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán közepesen felhős idő várható, délelőtt a délnyugati, délután az északi szél élénkül meg. 17 és 30 fok között alakul a napi hőmérséklet, csapadékra nincs kilátás. Csütörtökön záporokra, zivatarokra készülhetünk, főként a délután folyamán erősödnek fel az esőzések. 21 és 29 fok között ingadozik majd a hőmérséklet, élénk lesz a délkeleti szél. Pénteken a délelőtti órákban időnként erős lesz a nyugati szél. 27 fokig hűl a csúcshőmérséklet, a hűvösebb órákban pedig 16 fokot mérhetünk. Csak hajnalban számíthatunk egy kis esőre, a nap további részében elkerül minket a csapadék.